Sütéshez készítik elő a malacot az egyik szegedi étteremben. Idén mélyebben a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ugyanilyen malacsült el szeretné búcsúztatni az új évet. Ebből a kis malacból? Ennél a Békés Csabai hentesnél ma is sokan vásároltak sertés húst a szilveszteri vacsorához, hiába volt drágább, mint korábban. Most, hogy itt van, hogy a szilveszter muszáj megvásárolni. És hogy ilyenkor kicsit nem nézünk annyira az áraknak. Pécsen viszont sokan csak nézelődtek, de nem vásároltak. 400-al drágább, mint tavaly, és hát nagyon kicsi a nyugdíjunk, és nem tudjuk megvenni. Most 1300 környéke a legolcsóbb hús, még pár hónappal ezelőtt 1000 meg 1000 forint alatt is lehetett kapni kilóját. Idén 20%-kal drágult a sertéshús a boltokban. Az áremelkedést az okozta, hogy Kínában az afrikai sertéspestis miatt minden harmadik állatot le kellett vágni, az ottani keresletet pedig Európából származó hússal elégítik ki, ami nálunk is felhajtotta az árakat. Nem olyan a körülmény, tudjuk, hogy ebben lehessen engedni. Stábunkat sem engedték be erre a szatymazi sertéstelepre, szintén a sertés influenza miatt. Magyarországon még csak vaddisznóban fedezték fel a kort, azért az óvatosság, nehogy megfertőződjön a házi sertés állomány. Ha itt kényszervágást rendelnek el, akkor itt ez a telepnek az élete örökre megszűnik, ugyanis ha egyszer abba hagyom, akkor ennek körülbelül 3-4 év kell, mire ismét fölfut 100%-osan. Az Agrárkamara alelnöke szerint a sertéshús ára még jó ideig magas maradhat. Ezzel a nagyon magasnak tekinthető élő sertés árral valószínűleg minimum még egy évig együtt kell élnünk, de az is lehet, hogy ennél hosszabb időszakot vesz igénybe az, amíg a kínai Pestben elpusztult állatok pótlása miatt normalizálódik a helyzet. Vannak termelők, akik szerint jövőre a sertéshús ára akár a marhahúsét is megközelítheti.